Szeretettel köszöntöm Önöket a könyvtárat hetedik játékos évadának második előadás napján, melynek témája a játék és a nyelv kapcsolata, ezen belül is a műfordítás. A mai estével egyúttal kapcsolódni kívántunk az Arany János emlékéhez, melyben talán éppen a fordító Arany Jánosról esik a legkevesebb szó, noha az életmű fajsúlyos szöveg, szövegkorpuszát képezik a Shakespeare és Aristofanész Arisztof fordításai, illetve az általa szerkesztett Shakespeare összkiadás. Az ő nyelvén szólalt meg évtizedekig, sőt egy évszázadik színpadokon a Szent Iváné Jálom, a Hamlet, a János király. A mai este első meghívott előadója Nádasdi Ádám költő, műfordító, nyelvész egyetemi tanár, akit nem először köszönhetünk az OSK-ban. A tavaly novemberi műfordítás konferenciánk plenális előadójaként Dante Isteni színjátékának újrafordítása kapcsán beszélt nekünk munkája nyelvi fordítói tapasztalatairól, szólt az aktualizálás az újrafordítások szükségességéről. Nádasdi Ádám Shakespeare drámáinak egy részét, így a Hamletet, a Lír királyt, a vihart újrafordította színházak kérésére. A sort a Szent Ivánéi álom nyitotta meg 1994-ben, a Katona József Színház felkérésére készítette ezt a fordítást, a darabot Kodár Péter rendezte és állította színpadra. Nádas azonban ezúttal nem saját, hanem Arany János Szent Iváni fordítását vizsgálja majd verstani, formai és stilisztikai szempontból. A mai nap második alappillére a Teátró Társulat mind-mind előadása lesz, melyben Arany János költői életútja elevenedik meg versein költeményein keresztül. A két előadásunk között bemutatom majd a kézirattár munkatársaként az Arany által szerkesztett első teljes Shakespeare fordítás kiadást és hozzá kapcsolódó néhány műfordítás autográfot. És hogy hogyan is kapcsolódik a nyelv és a játék össze, nem csak a színház és a színjáték kétségtelen ösztönző hatása révén. A műfordítás alkotói folyamat révén játékba hozza a nyelvet, a műfordítót. Ha végignézzük Arany János levelezését, bőségesen találunk olyan utalásokat, amelyek a műfordítás nehézségeiről szólnak. De van ellenkező példa is. És engedjék meg, hogy egy levél részletet felolvassak 1847. novemberéből. Ez a levél fél évvel azután keletkezett, hogy elküldte köszöntőversét a Toldi olvasását követően Petőfi Sándor Arany Jánosnak, és néhány hónappal azt követően, hogy meglátogatta Petőfi arany szalontán, elkészítette aranyportriát és csonkatorony rajzát. Így szól ez a levérlészlet. Ha látni akarsz döglött pegazust, siess hozzám. Elmeneteled óta nemhogy a költés, de még a verscsinálás sem megy. Tudod-e, miféle mesterség a verscsinálás? Ez pajtás a kővágásnál csak százszorta nehezebb valami, Azelőtt én sem ismertem, de a napokban megpróbáltam. Az ember leül, kitalál sok torrágás után egy rímet, mely legyen például az, hogy tapló. Ha ez megvan, feláll, gondolkodik, hol lehetne megegyező rímet lelni, végre egyben megállapodik, tegyük fel ebben vakló. Már most előveszi az eszmék omniáriumát, és keresgél eszmét, mely mind a taplónak, mind a vaklónak megfeleljen, és ha ezt fellelte, kész a vers, mint a csizmatalp, és íme barátom, ezen foltozó mesterségre szorul a te imádott költő barátod, Arany János. A vers csinálás, a fordítás nem csak lett, nem csak költői mesterség dolga, hanem mint ebből a levélből is kiderül egy kisé játék is. Felkérném Nádasdi Ádámot, hogy tartsa meg előadását, és nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen. Egy könyvtárnak nem lehet nemet mondani. Egy, egy könyvtár, ez egy olyan szeretetteljes és kedves hely. Örülök, hogy itt vagyok. Arany János lefordította a Szent álmod, Álmot, és nagyon sok játékos dolgot csinált benne. Ő, akiről azt szoktuk gondolni, hogy komoly, talán kicsit szomorkás ember volt, szemben barátjával, szemben barátjával, Petőfi Sándorral, aki mint egy csikó ugrándozott körbe a világba. De hát az előbbi levélben is hallottuk, hogy hát azért megvolt neki a humora, és ami minden humor alapja, az öniróniája, hogy saját magán is tudjon nevetni. Kiosztottunk egy egylapos kiosztmányt, remélem, hogy ez mindenkinek megvan, ha nem, akkor kérem integessen kétségbe esetten, és talán a kollégák még tudnak valakinek adni. Itt legelől például éppen az igazgató úrnak nem jutott példány, ahogy az lenni szokott. Köszönöm szépen ezt. Azért, hogy a példamondatokat hát ne kelljen csak úgy mondogatnom, hanem lássák is maguk előtt. Azt a címet adtam, hogy Mesterek és Metrumok. A mesterek a Szent Iváni Álomban ugye egy betét vonalat képviselnek, szokatlanul ügyes oda a direktornak. Igen, köszönjük szépen. Szokatlanul ügyes arany részéről, ahogy ezt megoldja. Hát ezt fogom megvizsgálni. De előbb elmondom, hogy szokatlanul ügyes Shakespeare részéről is. Az ő darabjaiban mindig vannak komikus szereplők, még a tragédiákban is. Gondolják meg, hogy a Hamletben például a sírások jönnek be az utolsó előtti jelenetben, tehát a nagy tragikus végkifejlett előtt bejönnek a sáros csizmájukban, és koponyákkal dobálóznak, meg malacságokat beszélnek. Ez az ő, hogy mondjam, állandó trükkje volt Shakespearenek, szemben például a francia klasszikusokkal, Kornei és Rassin, hát gondolom a zsebkendőjüket tartották az óruk elé, mikor Shakespeare-t meglátták, hogy hát hogy lehet ilyesmit csinálni, hogy így hullámvasutazni az emelkedett, magasztos és az alacsony, olcsó, sőt alpári stílus között. Ám de Shakespeare ilyen volt, úgy tűnik, hogy jól, jól kalkulált, mert 400 év után is, hát gyakrabban mennek a darabjai, mint Kornei és Rassin tragédiái. Ez sajnos ez az igazság. Nos, Ebben a darabban minden más darabnál jobban sikerült Shakespeare-nél, hogy mondjam, megindokolni a komikusok jelenlétét, mert olyan ügyesen szövi őket össze a főcselekménnyel, ugye a tündérvilággal meg az aténi világgal. Az egyik mesterember a tündérkirálynő szeretője lesz, a többiek előadják a darabjukat éppen a, a, a herceg előtt, tehát, hogy így mondjam, nem betét számuk igazából ők, hanem hát rendesen működnek. Nos, nézzük meg, az egyik, hát hogy mondjam, humor forrása a mesterembereknek, hogy nagyon igyekeznek, és mindig valahogy mellélőnek. Nyelvi humor ez, amiről én itt beszélek. Nézzék meg az egyes pontot az én kioszmányomon Emlegetnek egy híres szerelmes párt, Leander és Héro. Ezek a görög mitológiában szerepelnek, Leander a fiú, Héro a lány, és hát azt lehet tudni róluk, hogy a, a, Bosporus tenger szoros két partján éltek, és az ifjú Leander annyira szerette Hérót, hogy minden áldott éjszaka átúszott hozzá a Bosporuson. Megnéztem két és fél kilométer, tehát nem lehetetlen, hát nem is tudom, mint mondjuk Szántodról Tihanyba, tehát ez azért elképzelhető és ott hát szerelmesen együtt voltak, és hajnalban visszaúszott. Míg nem egy éjszaka, a nagy vihar volt a tengeren, és oda veszett. Híres szerelmes már tehát, és a mesteremberek egy kis darabot adnak elő, melyet egyikük írt, angolul Quince, aranynál Vackor nevű mesterember, hát ő a rendezője és a szerzője a kis darabnak, és ő beleírta, hogy hát én úgy szeretlek téged, mint Héro, és mint Héro Leander, Leander Héro. Ezt azonban hát szegény mesteremberek nem tudják rendesen megtanulni, és ehelyett más kicsit hasonló neveket mondanak, ott van Limander és Helena. Ezt mondják. Most ez akkoriban nagyon mulatságos lehetett, mert mindenki jól ismerte ezeket a történeteket. Vagyis hát nem is tudom, olyan, mint azt mondanám, hogy Jókai Géza és Gárdonyi Mór a nagy magyar írók. Hú, a minden itt azt mondja, mert itt valamit nagyon nem stimmel. Arany ezt megtartotta az ő világában is, hát azért ugye klasszikus műveltsége volt, meg akik színházba jártak, azért talán jobban ismerték ezt, hát muszáj volt akkor ezt megtartani. A következő már egy kicsit nehezebb. Ott van Cefalus és Prokris, és odaírtam szögletes zárójelbe, hogy az ő idejükben ezt hogy mondták. Azért írtam SCH-val, hogy biztosak legyünk benne, hogy essel mondták, tehát Cefalus és Prokris, és hát ezt elrontják. Na, ez egy másik híres szerelmes pár volt, az egyik a férfi Cefalus, vagy hát ma a tudományosabb görögséggel Kefalos, egy vadász volt, aki addig járta az erdőt, míg beleszeretett a Aurora, a hajnal istennője, és marasztalni akarta, hogy legyen örökre az övé, ám de Kefalos annyira szerette feleségét Prokriszt, hogy nemet mondott. Hát ez egy szokatlan dolog volt, tehát a házastársi hűség egyik gyönyörű jelképe. Hát itt már Arany azt írja, hogy szofalus és prokrus, amit hát ma már nehezen látunk igazán mulatságosnak, azt akkor viccesnek érezték, hogy a nő nevérhez us végződést tapaszt, hiszen az jellegzetesen hímnemű végződés. Ez tehát valamennyire humorforrás lehet. Azt akarom minden esetre mondani, hogy a mesteremberek sznobok. Sznobok, akik igyekeznek egy kicsit, régen úgy mondták ezt, hogy a feltörekvő polgárság. Talán van itt még olyan, aki ezt tanulta, és ez igaz egyébként, ez ők valóban a feltörekvő polgárság. Ők aténi mesteremberek, tudnak írni, olvasni. Ez egy nagy dolog azért akkoriba, 1590-ben vagyunk és igyekeznek finomak lenni, hallottak valamilyen idegen szavakat, azokat próbálják mondani. Ám de, mit csinál a mi aranyunk a kettes betétben? Nézzük csak meg. Az eredeti a következőképpen szól. Bottom, úgy hívják ugye az egyik mesterembert, hát a legvagányabbat, aki aztán a tündér királynő szeretője lesz. Ez angolul szó szerint a mai angolban egyértelműen azt jelenti, hogy fenék. Ám de még mindig úgy is fenék, hogy hát a koffernak a feneket, tehát magyarul is használjuk ezt a lábos feneke, nem kell mindjárt rosszra gondolni, igen. De völgyet is jelent angolul, bottom, végül is érthető, és az angolban ilyen családnév létezik. Van Mr. Hill, ami dombot jelent, és Mr. Bottom, ami völgyet jelent, mintha dombi és völgyi lenne. Olyan családnév is van mind a mai napig, hogy Cold Bottom, ami nagyon mulatságosan hangzik, mert hideg fenéknek érzi az ember, és hát ismerünk embereket, akiknek hideg a feneke, de itt nem erről van szó. A cold bottom olyan, mintha magyarul hűvös völgyinek hívnának valaki. Shakespeare tehát olyan neveket talál, amik ugyan furcsák egy kicsit, de léteznek. Magyarul is van ilyen, ismertem valakit, akit például úgy hívtak, hogy Konyha Melinda. Hát nagyon különös volt, de hát mit csináljunk, ha egyszer ez a neve, ez a neve. A mesteremberek tehát ezáltal beleillenek, még ha egy kicsit hát furcsán is, a, a, a városi életbe. Arany azonban nem ezt csinálja, a következőképpen gondolkodik. Azt mondja, ez a darab részben Aténban játszódik, részben a tündérvilágban. Rendben, az mindenütt van majd egyszer csak bejönnek Nick Bottom, Peter Quince és az egész társaság, és hát bődületesen, nyilvánvalóan londoni mesteremberek. Vagyis, mondja Arany, a Shakespeare közönség úgy gondolta, hogy ezek a mieink. Itthon vagyunk. Hát azt mondja Arany, ha a mieink, akkor egy jó fordító a mieinket a mieinkkel fordítja, akkor ezek legyenek magyarok. Igen ám, de itt volt a következő probléma. Ilyen magyar polgárság, kispolgárság alig-alig létezett. Meg ő se élt nagyvárosba, nem ismerte közelről. Ami polgárság volt az ő Magyarországán, létezett, de az vagy német volt, vagy zsidó. Ez a két réteg vitte ugye a meserségeket, hát még most is tudjuk, hogy ilyen szavak, mint szolstok, és így tovább, ezek abból az időből vannak, amikor hát németül folyt a, a jóféle munka, ugye a strang, meg a vaszalejunk, és ezeket ismerjük. Ő azonban nem akarta ezt csinálni, mondván, hát ha egyszer magyarra fordít, akkor magyarra fordít, hol talál ilyeneket falun. Úgy érezte tehát, hogy neki egy paraszti millióbe kell áttenni azt, ami az eredetiben városi, ha szabad idegen szavakat használnom, egy urbánus helyett egy rurális szituációt talált ki. Egy városias helyett, egy falusias. Nézzük meg ennek egy példáját a hármas betétben. Azt mondja Quince. Mikor, arról van szó, azért elmondom, hogy eltűnt ugye Zuboj, a stram férfi, hát tudjuk, hogy hol van a tündér ágyában mentereg, és a többi mesterek várják, hogy hát akkor most hogy, hogy tartsuk meg a kis előadásunkat, ha a főszereplő, a hős Pirámus, az hiányzik. És azt mondják, hogy hát milyen kár, meg milyen szép ember volt, stram fiú, and he is a very paramour for a sweet voice, mondja most ez egy csúnya nyelvotlás angolul, azt akarta mondani, hogy paragon, majd ott mindjárt kiderül, ami példakép, mintakép, tehát az édes hangnak, a szép orgánumnak, hát ő egy mintaképe. Ehelyett véletlenül azt mondja, hogy paramour, ami a franciából jön egyébként par amour, vagyis, hogy valaki egy férfit csak szerelemből tart, nem a férje, hanem neki az a paramúrja, tehát aki csak úgy szerelemből van neki, tehát Seyen fiú, szerető, ilyesmi. Most ez azért olyan mulatságos, egyrészt mulatságos, mert eltéveszti a szót, és más mond, mint amit akar. De kétszeresen mulatságos, mert mi tudjuk, hogy hol van, és mi tudjuk, hogy pontosan ezt csinálja, vagy csinálta még 8 perccel ezelőtt az előző jelenetben. Mire azt mondja egy másik mesterember, you must say paragon, azt kell mondanod, hogy mint a kép, majd így folytatja, a paramour is, God bless us, a thing of naught. Tehát a szerető, Isten áldjon meg minket, az egy, az egy semmi. Ugye, oda is írtam a nyersfordítást, felolvasom. Édes hangjára nézve valóságos szerető vagy sejemfiú. Mire a másik? Úgy kell mondani, kiválóság. A szerető vagy sejemfiú, Isten megáldjon minket, egy semmire kellő, egy súlytalan dolog. De mit ír ami aranyunk? Azt írja arany kellemes hangra nézve pedig valóságos musta. Uha. Azt mondja erre a másik. Akarnád mondani mustra, hiszen a musta, Isten akár hová tegye, csizmadi a jószág. Hát bizony meg kellett néznem a lexikonban, meg hát a komolyabb kiadások, ma már ezt meglábjegyzetelik, azt mondja musta, kurtanyelű vasbunkó, melyel a bőrt egyengetik, simogatják. Mustra, dísz példány, kiállítási tárgy. Ezt talán még mi is ismerjük. Mustrára tették a nem tudom micsodát. Hát egy latin eredeti szó, ugye mostra, olaszul ma is a kiállításnak a neve. Hát azt csinálta, hogy azt a világot, ami az eredetiben megjelenik, hogy egy ilyen idegen szót, mint paragon, rosszul értenek, és helyette azt mondják, hogy paramul, ami a sznopságba tartozik. A helyet ő egy mindennapi, hétköznapi tárgyat, ezt a musta nevű tárgyat hozta be, remélve, talán joggal, hogy az ő közönsége még fogja ismerni ezt az eszközt. az egyébként nagyon játékos és mulatságos, hogy ő kurtanyeli vasbunkónak titulálja a hát éppen szerelmeskedésben tevékenykedő fiatalembert, de hát csak azt akarom mondani, hogy látják, mennyire áttette, ezt szokták úgy nevezni, morogva a színházi emberek, hogy te fordító, belerendeztél a darabba. Mert hát a szituációt annyira megváltoztatta. Szinte megköti a kezét a rendezőnek és a színészeknek, hiszen akik ilyeneket mondanak, azok nem olyanok, mint akik olyanokat mondanak még feltűnőbb ugorjunk vissza a kettes példára, ami ott történik. Amikor először próbálnak a mesteremberek az erdőben egy bokorban, akkor bejön Bottom, vagyis Zuboj, és szavalja azt, amit otthon megtanult, de sajnos rosszul, azt mondja, Sziszbi, itt egy pillanatra megállnék, ugye az, az igazi görög név ez az Tisbé, és elbetű van a végén. De hát az angolban ezt persze tényleg úgy ejtjük, hogy Thisbe, és ő fonetikusan írja le Shakespeare, hogy ezzel mutatja, hogy ennek az embernek a hangzás ismerős, de nem nagyon tudja, hogy ez micsoda igazából. Tehát úgy adja a szájába, ezzel próbálja jelezni, hogy ő a görög eredetit nem nagyon ismeri. Mint hogyha mondjuk azt, hogy valaki Cézár darabban játszik, és nem tudja, hogy a caesar kell írni, hanem csak Cézár, mint ahogy a kutyáját szokta az ember nevezni. Jó, This be. ez azonban egy belső poén marad, mert a közönség persze nem látja. This be. the flowers of odious savers sweet. Hát kérem szépen, odious, odaírtam, gyűlöletes. Hát ezt véletlenül mondja, ahelyett, hogy odors, illatok, szagok, vagy odorosz, illatos, szagos. Hát azt a szót nem ismerte. Odious azt talán ismerte, gyűlöletes, és hát végül is eltéveszti. Olyan, mintha én azt mondanám, hogy most mennem kell, engedjék meg, hogy exhumáljam magam. Ugye? Vagy a régebbi nyelven ott kolon, ugye a kölni vizet hívták úgy, ód kolony, ugye kölni víz, és azt mondom, hogy hát szórjál magadra egy kis oktogont például. Ezek mind a mai napig állandó kabaré tehát a, a, mellé lővés a, a magát műveltebbnek kiadó emberek részéről. Jó, erre kiavítja persze a a Queens, a darab rendezője és szerzője gyöngyöző halántékkal, hogy mit csinálnak az ő gyönyörű darabjával, és beleszól, hogy odors, odors, azt mondja, ja igen, akkor odors, savers, sweet. Mit csinál arany? Azt mondja, mint a, villá, mint a virágok háj illata tisbe. Közben Vackor kiabál, báj, báj, jó, kiavítja, mint a virágok báj illatja tisbe. Hát ki az, akinek a háj egy, egy incsiklandozó, kellemes étel? Persze, hát a régiségben ez így jó, gondoljunk a hájas tésztára. Egyáltalán a zsiradék az egy, az egy vétvárgerjesztő dolog volt. Hát sovány, koszt, az kellemetlen volt, jó zsíros falatok, még ma is szoktuk mondani, már átvitt értelemben, de hát ez nem véletlenül van így, mert hát a szeret tápláló, Ugye nagy energia bevitelt jelent, ne felejtsék el, fűtés nem volt, állandóan mozogni kellett, tehát rettenetesen sok energia kellett, tehát zsír, cukor, zsír, cukor, ugye ezt kellett állandóan bevinni a gyerekeknek, meg pláne. Ő tehát azt gondolja, hogy akkor abban a világban, hát ő egy számára kellemes dolgot mond, hát, hogy olyan vagy drágám nekem, mint a hái illatú virágok. Bár sajnos nincsenek ilyenek, de ha volnának, akkor én nagyon szeretném ezt. És erre ő kiavítja arra, hogy báj illatot is be. Vagyis, átteszi az egészet egy magyar falusi világba, és a neveket is, ehhez igazítja. Vagyis nem e, uh, Miklós van, mondjuk, amit hogy el tudnám két, két elipszilonnal mondjuk, és azt mondanám magát, tényleg így hívják, hát elég fúcs, így hívják, így hívják, jó. Hanem azt mondja, hogy zuboj ugye, hát most ilyen név nincsen, ő utána nézett, a bottom az a szövőszéknek a legalját jelenti, mert ugye hát aj, fenék, egy nagy henger, amire föltekeredik az, amit megszőtt az ember, szépen veszi föl magára a, a megszőtt ké készkelmét, hát akkor legyen valóban ennek a magyar megfelelője zuboj. Aztán ott van a Quince, hát ezt nem lehet fölróni neki, a mai angolban a Quince az csak annyit jelent, hogy bírsalma. És amiből ő dolgozott, német kiadást is használt, utána nézett rendesen, lábjegyzetes, nem tudta senki, amit ma már tudunk, mert azóta előbányáztak a könyvtárosok, mindenféle korabeli növénytani kiadványokat, kiderült, hogy nem erről van szó, hanem ez egy egészen másik szó, az ácsmesterségből származik, és olyasmit jelent, mint magyarul ék. Ugye, az egy fontos része az ácsmesterségnek, az ég a lehet megemelni valamit, ha beverem az éket. És hát ő ácsmester, tehát nem véletlenül hívják őt Peter Quince-nek, olyan, mintha hát nem tudom, egy szabót ollódénesnek hívnánk. Ezt az arany nem tudta, és gondolta, hogy bírsalma. De hát jó, a bírsalma azért nem egy olyan általánosan ismert növény, itt azért már megjelenik az ő játékos fantáziája, megmondom őszintén, teljesen indokolatlanul, de azon belül szellemesen elnevezte vacskornak, Ami hát egy olcsó körtefélesség, meg egy kicsit jelzi, hogy azért ő elég vacsak drámaíró, de ez nincs az eredetibe, ezt szeretném mondani. Aztán egy másik szereplőt orrondinak hívnak, egy másik szereplőt Gyalúnak, és így tovább. Ezek, hölgyeim és uraim, középkori jobbágy neveknek hangzanak. Tehát amit ő itt elképzel, az az, hogy a jobbágyok a parasztok az uraság lakodalmára megpróbálnak egy kis darabot összeállítani. És nem pedig a városi mesteremberek, mint az eredetiben, akik tudnak írni, olvasni, és akik be vannak iratkozva a Szabó Ervin könyvtárba, mert onnan vették ki a híres Mítoszok című ilyen olcsó ponyva kiadványt, amiből, ez valóban létezett, amiből kiolvasták, Piramus és Tiszbe tragikus történetét tudják, hát végül ugye mindketten meghalnak, és elhatározzák, hogy ők ezt előadják. Ez akkoriban közismert volt ez a történet, tehát már maga az a tény, amikor bejön Vackur és elmondja, hogy fiúk, itt most a Piramus és Tiszbét fogjuk előadni, már röhögés söpört végig a Glob színházon, olyan, mintha nem is tudom, ma azt mondanánk, hogy a Rómeó és Júliát fogjuk előadni. Tehát valami nagyon ismert tragédiát. <kül> Jó. De ez nem minden. Egy pillanatra nézzük meg a négyes betétet. Shakespearenek ez a darabja, mint minden darabja, alapvetően jambusban van. Titá, 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 titá. Így megy. Öt darab ilyen jambus van, mindegyik egy kettő szótagos titá, úgyhogy tíz szótag jön ki, még a végén lehet egy tizenegyedik, gyenge szótag, nő nővégnek hívja a hagyományos ja. metrika, mindegy is. <kül> Nézzünk meg egy példát, arany nagyon szépen tartja, hiszen ezt magyarul is lehet csinálni. Ott van a mondat angolul, azt mondja a kislány a, a, a fiúnak, hogy most te, te, engem, te ne, ne faggassál tovább, én megyek. I will not stay, thy questions let me go kiskandálom, hogy még feltűnőbb legyen mögötte a ritmus. I will not stay, thy quest, chuns, let me go. Ugye, persze nem így mondja a színész, de igenis azért ez a mögötte ott lüktet. Arany nagyon pontosan adja, nézzék meg, ennél jobban nem is lehet. Én nem vitázok itt tovább, eresz. Én nem vitázok itt tovább, eresz. Szépen pontosan tartja a jambust. A jambusnak a sajátsága, hogy hangsúlytalan szótaggal kezdődik. Tita! Vagyis a zenében úgy hívják auftakt, ha ismeri valaki. Hát most hirtelen mondjuk csak a szovjet himnusz jut eszembe, ami egy közismert mű, és nagyon feltűnően auftakttal kezdődik. Sajúz, rusin, ugye? ta -da! Ez az igazi auftakt. Ez... A magyar hagyománytól idegen. A magyarban ugyanis a hangsúlyos kezdett a normális. Táti-táti, táti ez a magyar hagyomány. A jambus későn jön be Magyarországra a 18. század végén a nagynyugati nyitással. Kazinci, Besenyei, Csokonai és már Vörös szépen honosítják, és egyre több dolog jelenik meg, így mondjuk a gondolatok a könyvtárban, az már teljesen rendes Jambusban van. Sok költemény aranytól is ilyen. <kül> Tehát mire. <kül> Bocsánat. <kül> <kül> Mire ő odaért, hogy a Szent Ivánai álmot fordítsa, 1864-ben, már egy jó 60-80 éves jambus, hát hogy mondjam, masszázs érte a magyar vers fogyasztó és színház látogató közönség fejét. Itt van a négyes betétben, valóban a prológ az a darab vége felé, mikor végre már összeházasodtak a nemes urak és hölgyek és mindenki, akkor hát megengedik, hogy a bumfordi mesteremberek előadják darabjukat, és hát akkor színre lép nagy zavarban ez a bizonyos vackor, és elkezdi mondani. Ha nem tetszünk, nincs más kívánatunk, ne véld, uram, hogy jöttünk sérteni, csak kimutatni, jó akaratunk, ezen végcéllal fogjuk kezdeni. Most az más ebben, most nem megyek bele, hogy olyan ravaszulva megírva az angol is, meg az arany is, hogyha rossz helyen áll meg, akkor más jelent a mondat. Tudják, mint a királynőt megölni, nem kell, stb. stb. Ez egy játékos dolog, hogy szegény, hát zavarában pont az ellenkezőjét mondja. <kül> mint például az, hogy ha nem tetszünk, nincs más kívánatunk. Ahelyett, hogy ha nem tetszünk, nincs más kívánatunk, ne véld, Uram, hogy jöttünk sérteni De most én a versmértékről beszélek. Ha nem, ne véld, csak ki, ezen, ezek rendes jambusok, avtaktal kezdődnek, a második szótag mindig fontosabb, vagy nehezebb, vagy hangosabb, vagy hangsúlyosabb, vagy hosszabb, Összefoglal, név, összefoglaló nével, összefoglaló nével nehezebb, mint az első. Tehát megvalósul a titá benne. És valóban sok ilyen van, vörösmati szózat, hazád, és itt van. Jó, Még az is az ötös betétben, amit Piramus vagy Pirámus, ahogy ők mondták, szaval, ugye az előbb láttuk, amibe beleront, de most már nem rontja el, mint a virágok bájillatja tisbe, szép tisbe, édes párád, olyat én. De ha ezt hallok, vár csak engem itt be, egy pillanatban itt leszek meg én roppant szellemes a rímelés egyébként, és hát betartja az eredetinek a keresztrímeit. <kül> Hozzá el kell mondanom, hogy a névelőt ők mindig erősítették. Az azt jelenti, hogy a névelő utáni más kétszer kellett mondani. A virágok. Megvan, tehát mint a virágok bájilatja tisbe, Szép tisbe, édes márad, olyat és olyat én is, ugye olyan, még mai sokan mondják így, mintha két ellipszilonnal volna. Megvan szépen a jambikus ritmus. Jó, most egy pillanatra ezt így hagyjuk, és kitekintünk a verselésnek egy másik hagyománya felé, amelyik nem könnyű, hanem éppen, hogy nehéz szótaggal kezdődik, tehát nem didam, 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 hanem Dam di dam di dam! Ezt troheusnak hívjuk, az ilyen lábakat, amik hangsúlyjal kezdődnek, és hát a tudományos neve trohaikus verselés. A trohaikus verselés minden népnél régebbi, ősibb, mint a jambikus verselés. A jambus egy kései, finomkodó dolog már a régi görögöknél is. Homérosz például minden sorát hangsúlyjal kezdi, Méni na egyet, szépen rendesen a hexaméter ugye mindig hangsúlyjal kezdődik, nincs auftakt soha. Így van ez a hagyományos magyar népköltészettel is. Csak hogy, nagyon furcsa, a magyarban a 15. század fordulóján megjelent a névelő. Hát a nyelv az mindig dolgozik, az megy a maga útján, dolgokat bevezet, más dolgokat kivezet, megjelent a névelő. És ezért van az, hogy a népdalok, amelynek zenéje makacsabb és konzervatívabb, mint a nyelv, ugye a népdal az egy, az egy ősibb, mint a régészetben, ott nincs mese, ott le lehet ásni, és az az, ami. Ilyen népdalok vannak, tessék figyelni, a csitári hegyek alatt, ugye milyen furcsa, ugye hangsúlyos névelővel kezdődik. Miért kezdődik hangsúlyos névelővel? Nem lehetne elképzelni, hogy angolul a v szócskán legyen hangsúly, hogyha egyszer így kezdődik egy sor, vagy németül der, vagy akármi. Sőt, még olyan is van, hogy a névelőt nem tették bele elődeink, mert annyira bántotta a fülüket, figyelem, Tavaszi szél vizet áraszt, holott ez magyarul, már évszázadok óta úgy kéne, hogy legyen, hogy a tavaszi szél vizet áraszt. Úgy nem beszélünk magyarul, hogy tavaszi szél vizet áraszt, hanem a tavaszi szél. De ez ledobja magáról azért, hogy maradhasson a hangsúlyos kezdet. De ez a ritkább egyébként nagyon természetes, hogy ilyenek vannak, hogy avargáné, ablaka, és így tovább. Mint hogy az avar gáné az egy szó volna. Vagyis hurcoljuk magunkkal ezt a dissonanciát, az egy fokkal ősibb zenénk, és a hát viszonylag új, úgy értem pár száz éves névelős nyelvünk között. A Szent Iványi álomban maga Shakespeare is használ trohaikus betéteket. Ezt nem szokta csinálni, ám de ő is tudja, hogy a tündérek azok nagyon ősiek, azok nem finomkodó aténiak, és hát azért tessék Puck mesterkedéseire gondolni, azért az nem egy Biedermeyer figura, azért az hát elég, elég rondán viselkedik, hogy mondjam, azért talán Freud tollára kívánkozik sok minden, amit ő csinál és ezért amikor Puk beszél és néha amikor a Tündérkirály ő hozzászól akkor troheusokat használnak hatos betét, azt mondja Puk. Fairy King attend Mark, I can hear the morning lark, dum di dum di dum di dum, dum di dum di dum di dum. Skandálom. Fairy King attend Mark. I can hear the morning lark. Ugye az utolsó troheus csonka, ez meg van engedve. Arany szép pontosan fordítja. Szellemek királya hald, hallom a pacsírt a dalt. Ugye beírtam a második pét, ez ő nála még szabály volt, tehát ez kellett. Hallom a pacsírt a dalt. Teljesen tökéletes. Ő is látta, hogy ez van. Ám de ettől jó aranyunk vérszemet kapott. És azt mondta, hogy hát ha van ilyen a darabban, és nekem vannak derék magyar parasztjaim, akik verset írnak, hát akkor milyen verset írnak az én derék magyar parasztjaim, akik nem az odorósz és ódiusz különbségét rontják el, és nem a paramúr és a paragon különbségét rontják el, hanem a mustra és a musta, a báj és a háj különbségét, hát akkor az én jó vacskorom, a szerző és színházvezető, azt fogja írni, tessék figyelni, hetes betét, Nagy sártok-e dolgon, csodálkozhat nagyon, míg kiderül minden, ami rejtve vagyon. Hoppá! Ilyet Shakespeare nem írt. Ez ugyanis úgynevezett felező tizenkettes, egy két 3 4 öt hat egy két 3 egy öt hat Zúg az éjjé bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan, akkor azután elhallgat. Mint ha pásztor tűzég, őszi éjszakákon, és így tovább, és így tovább. Mik vannak még? Tüzesen süt le a nyári napsugára, és, és így tovább. Azt gondolja Arany, hogy hát akkor menjünk egyel tovább, ha a mieink, hát akkor legyenek a mieink, de hát miért beszéljenek akkor úgy, mintha hogyha valami angolok lennének, hát ez egy idegen versidom. Én már, meg a Vörös Marti Miska, meg a betőfi Sanyi, hát mi már ismerjük ezeket. Na de hát a vidéken a derék emberek azok úgy nem tudnak verselni. Megoldom én ezt a problémát. Fölolvasom ezt a bevezető szöveget, mindenhol tettem egy ilyen ferde vonalat a cezúránál, tehát a sormetszetnél. az 1, 2, 3, 4, 5, 6, sormetszet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tessék figyelni. Nagy e dolgon, csodálkozhat nagyon, míg kiderül minden, ami rejtve vagyon. Ez ifjú pirámus, bárki megtudhatja, és ez szép leányzó, tisbe nem tagadja ez a sáros, meszes férfiú fal légyen, mely a szeretőket választja irégyen. Melynek hasadékán két szerető szája, suttogott örömmel, senki ne csodálja. Ez, akinél lámpás, bokor van és kutya, a holdat jelenti, mert mindenki tudja, holdvilágon össze jőni nem rettegtek, az Ninus sírjához találkozott tett roppant szellemes egyébként, mert a finom ügyetlenséggel van megírva, olyan finoman botladozik, mint a jó zenebohóc, aki hallatlan ügyességgel mindig egy picit mellé fújja a trombitáját, és kínzóan hamis, de közben röhögni kell az embernek még néhány jellegzetes sort ö, kivettem. Innentől kezdve bármit mondanak a mesteremberek, ami az eredetiben jambusba van, azt ő magyaros 12-esbe fordítja. Például. Ja, ez már igen, megvolt. Ez, akinél lámpás bokor van és kutya. Vagy egy másik helyen bejön a fal, magáról beszél, és azt mondja, mégpedig e falat, úgy képzelni tessék. Vagy később. Mártja kemény kardját, kínos kebelében. Remek alliteráció az eredetiben is van, megoldotta. Vagy, de nem éri ajkad, csak a meszet nyalom. Ugye, mikor azt mondja neki, hogy hát a falon van egy rés, és megpróbálnak csókolozni a résen keresztül, és azt mondja, hogy csókolját a falon. Mondja, mire a kislány azt mondja, hogy de nem éri ajkad, csak a meszet nyalom. És hát a legzseniálisabb sorpár, talán mindenki tudja kívülről, tehát a falról van szó, melyen is keresztül piramus meg tisbe, az két hív szerető, susogának kisbe. Ugye ebből is látjuk, hogy tisbének kell mondani, és akkor még ez volt a normális, ahhoz, hogy bejöjjön a rím. Összefoglalva tehát, érdekes, hogy arany makró szinten, hogy így mondjam, jól oldotta meg a mesteremberek elhelyezését. Ha hátra lépünk egy kicsit, azt mondjuk, hogy Aténhez és a tündérvilághoz képest London, hát az a mi városunk, ahonnan egy órával ezelőtt bejöttünk, és ahova megint előadás után kimegyünk, és amelynek jellegzetes szagát, hát érezzük a mesterembereken. Ez akkor feleljen meg Magyarországnak, hát akkor ugyanúgy érezzük a jellegzetes, hogy nem mondjam, háj szagot akkor ezeken a szereplőkön. Hát nem polgárok, mert az itten nincsen igazán, hanem hát akkor legyenek paraszti szereplők, és ezáltal az ekvivalenciát makrószinten megteremtette. Mikrószinten azonban nem. Mikrószinten kifogásolom aranynak az eljárását, ugyanis a trohaikus, hangsúlyos verseléssel a tündérek világa felé tolja előket. És valóban, a legtöbb produkcióban, a legtöbb olvasmány élményben is valahogy azt gondoljuk, vagy hogy van puk, meg a mesteremberek azok, amit hogyha a fák és a bokró közül bujnának elő, és nagyon, nagyon régiek, nagyon ősiek, nagyon földszagúak, nagyon autochtonak, ahogy tudományosan mondanánk, nem pedig a feltörekvő polgárságnak, nem pedig a városi embereknek, amiket mondjuk már Mixátnál bőven találunk, meg Bródi Sándornál, meg Szomorinál, meg mit tudom én, innentől kezdve, ugye hát ez már indul szépen rendesen. Ezt az árat fizette meg, hogy így mondjam, és fizettette meg a színészekkel és a rendezőkkel azért, hogy másfelől zseniálisan áthelyezze, nosztrifikálja a mesterembereket, tehát a magunkével tegye őket. Köszönöm a figyelmet. Nagyon köszönjük, és nagyon érdekes volt. Ugye az a mai esténknek a címe, a főcíme, hogy fordítás vagy ferdítés. És hát ugye Arany Jánoson fölnőtt egy egész generáció, akivel szemben talán majd elsőként hangsúlyosan a nyugat első generációja helyezi szembe magát, akit később úgy neveznek, hogy a szép hűtlenek. Tehát ez a önmagunk tevés, kulturális kontextusba ágyazás, ez ott már sokkal hangsúlyosabban megjelenik a hitelesség kérdése, mint arany esetében. De az jutott eszembe, mikor a prológról beszéltél, hogy ez olyan szinten felező 12-es magyaros hogy egy rosszabb falusi esküvőben még ma is így áll ki a, a, az ember, és mondja ott a, a nász nagy. A, a, ugye, igen, a, a vőfé által írt ilyen, ilyen, ilyen kindrímek, vagy kis köszöntők, hogy, hogy? És hát egy picit csak visszautalnék ez által, mert arról talán nem esett szó. Hogy röviden említetted, hogy a rendezői színház, aminek magad is része se voltál, ha csak a 90-es évektől is, hogy azt mondta a rendező, hogy belerendeztél a darabba. A rendezői színház ilyen formában nyilván aktualizált jelentést kér, új fordításokat kér. Én diákémnak azt szoktam mondani, hogy ettől ne ijedjenek meg, ugyanúgy, ahogy egy Shakespeare klasszikust ma már filmre úgy visznek, de színpadra is úgy alkalmaznak, hogy egészen a mai millióbe helyezhető, el, hogy ezek a saját fordításaidban, mert itt most nyilván Arany Jánosról beszéltél, eh, hogyan tapasztaltad, és akkor a kérdés lényegére térek, mennyire jelentettek eh, átmenetiséget, időszakot, egészen pikirt leszek, hogyha tetszik, Arany János a Szent Iváni Jálommal nagy Szalontán nagyot bukott. Volt-e rá fogadókészség? Ez vajon a fordító kérdése csak, vagy a befogadó közönségé? Köszönöm szépen. Hát az, hogy ő, ő nem tudott sikeres színházat csinálni, az a közönségen és a közegen múlott. Hát a, a, bár az még nem ez a szöveg volt, ugye, az egy előző szöveg volt. Aztán, amikor ez már Pesten elkezdett ugye a Nemzeti Színházban menni, nagyon nagy siker volt, és nagyon szép volt. A a rendezők igazából azért a fordítónak nem szabad a rendezőre nagyon hallgatni. Legalábbis én úgy szoktam fordítani, hogy én csak úgy, hát hogy mondjam, úgy a felhőknek fordítok. Én azt mondom, hogy én most lefordítom a darabot, és ez ez. És aztán a rendező csináljon vele, amit akar. Mert a szöveg az enyém, azt én kinyomtatom, talán majd máshogy is fog menni, úgy is szokott lenni, és ott majd megint más csinálnak vele. Tehát én nem hagyom magam, de nem is nagyon szokták forszírozni a rendezők, hanem csak azt mondják, hogy jó van, akkor ugye majd ebből húzhatunk, csinálhatjuk, mondom, parancsoljatok. Tehát én beszállítom a szöveget, és rájuk bízom, hogy mit csinálnak. Én elképzelek valamit, és igyekszem semleges maradni. Tehát ilyen erős belenyúlásokat, mint arany, ezen a ponton én nem mernék megengedni magamnak. Ő, ez, ez rettenetesen jó, ő nagyon eljátszott ezzel. Tehát láthatóan élvezte és ezt az ötletét csodálatosan kifejtette. Én hát visszamentem, jó, hát közben eltelt 150 év. Ma már vannak rendes kispolgárok, akik azt hiszik, hogy ők műveltek, és akik mondják, hogy kenjél magadra egy kis oktogont, meg exhumálom magam, és így tovább és lehet, hogy német származásúak, és lehet, hogy zsidó származásúak, ma már ez sem érdekes, mert az egész mind összekeveredett, és hát van egy ilyen urbanizált polgárság. Ezért nekem ilyen értelemben könnyebb volt, és a jambust próbálják az én mesterembereim megcélozni. Ilyen, ilyen magyaros nincs benne. Sőt, az egyiket úgy hívják, hogy vinkli az asztalost. Meg gondoltam, hát azért a svábságnak is adjunk egyet. Hát az, az ők hozták be az ipart Magyarországra nagy élvezettel hallgattam Nádasdi professzornak az előadását. A Miskolci Színházban, a Nemzeti Színházban jártam nem régen, és ott is egy ilyen Shakespeare átiratot láttam, mégpedig Ahogy tetszik, ez volt a címe az előadásnak. Hát Shakespearehez, mint a rendezőbe is vallotta, nem nagyon sok köze volt, de azért ugye vannak ezek az örök életű témák, és mindig vannak az aktualitások. Na most már a darab címe is úgy volt írva, hogy teljesen egybe és kisbetűvel, tehát az egész egybe, hogy ahogy tetszik. Tehát mint egy vál vonással mondhatnánk, hogy hát ahogy tetszik. Tehát ahogy a közönségnek is tetszik, vagy ahogyan játszuk úgy tetszik. Úgyhogy vannak ilyen variációk, és ahogyan haladunk, ugye, a századokról századokra, szükségesek az új fordítások. Erről is meggyőzött engem ez a Nádasdi Ádám előadás. Úgyhogy köszönöm szépen. Én tudtam erről a Miskolcról, mert elkérték a szövegemet, és hát, hogy én hozzájárulok el, hogy ők ennek alapján dolgozzák ki az előadást. Mondtam, hogy hozzájárulok. Fizetnek valamit, és vigyék. Hadd idézzek egy színészi reflexiót. A közelmúltban olvastam egy interjút, és az egyik Hamlet színész, ugye Nádasdi Ádám újrafordításában játszott el ezt a színpadon, úgy fogalmazott, hogy amikor arany szövegében játszott el ezt a darabot és szerepet, akkor olyan volt, mintha a vaspáncélban kellene mozogni a színpadon, és amikor Nádasdi Ádám szövegével, akkor olyan, mintha a tréningruhában könnyeden. Tanár úr, nekem nem mű, de fordító vagyok, és eléggé komoly problémát okoz, hogyha ismerem az alapművet, és azt nekem élveznem kéne. De nem tudok odafigyelni, mert teljesen leköt az, hogy hogyan lett lefordítva. Az érdekel nekem, hogy ön ezt hogyan éli meg, akár olyan művekkel, amelyekkel hónapokat foglalkozott, akár olyan művekkel, amelyeket csak ismer. Arra gondolta hát, hogy én elkezdem fordítani mondjuk a Hamletet, és tudom, hogy van Arany János fordítás, így érti? vagy akár miközben mondjuk néz filmet, idézetet kell, mit közben, vagy a darabot, és tudja, hogy ezt lehetett volna másképp is fordítani. Idegesíti-e, hát. vagy élvezni-e, tudja élvezni? Igen, 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 igen. Ó, hát igen, a feliratos film az rettentesen fárasztó. Eh. Pláne, ugye, ha az ember érti az eredeti szöveget is, mert akkor állandóan azt kell nézni, de nem is azt mondta, meg hogy. meg hogy. Hát jó, a felirat szükségében rövidebb, ugye, mint ami elhangzik. És akkor most mit hagyok? Hmm, igen, igaza van, én is ezt hagytam volna el belőle. De hogy közben most mit csinálnak, hogy szeretik egymást, vagy gyűlölik egymást, arra alig marad idő, rettenetes fárasztó tud lenni. Én például valamicskét tudok spanyolul, mert olaszul nagyon jól tudok, és hát a spanyol hasonlít, tanultam is. A múltkor egy spanyol nyelvű filmet néztem, felirattal, hát csurgott rólam a verejték, mert úgy éreztem, mintha spanyol nyelvórán lennék, mert állandóan kellett néznem, mert hát, tényleg most ez igen, ezt a szót ismertem, ezt mondta. Hát ez valóban nehéz. Amikor színházban vagyok, akkor azért ez nem zavar, kivéve, amikor jó, hát a idegen társulat felirattal ott is előfordul Még. Péter vagyok, én műfordító vagyok, nem csak fordító. Egy picit szeretnék a színész reflektálására reflektálni. A Szovjetunióban volt egy Vladimir Vysotsky, aki az Arany korában készült Hamlet fordítást, tréningruhában játszotta. Az egy fantasztikus darab volt. Nem tudom, látta-e valaki, Nádasdi Ádám úgy látom bólogat talán látta, vagy talán filmen. Érdemes megnézni a filmet. Attól, hogy tréningruhában van, egészen más Hamlet lett, pedig korabeli a fordítás. Jó, nem Shakespeare korabeli, de 19. századi a fordítás. Ádám, én pedig azt szeretném, Kérdezni. Most mm, színdarabfordításokról beszélünk, de nem csak színdarabokat fordítunk. Amikor te ö, lefordítasz valamit így magadnak, most nem tudom pontosan idézni, hogy milyen kifejezéssel mondtad, és utána menjen a saját útjára, majd az egyik rendező csinál belőle valamit, a másik rendező csinál belőle egy harmadikat. És amikor csak könyvet fordítasz, abból az olvasónak kell csinálnia valamit? Kérdőjel. Nem szoktam könyvet fordítani, ez az igazság. Nem, nem, igen, igen, nem, nem. Ö, hát Aranynak is szembe kellett ezzel nézni. Ugye ő előtte a. A Hamletet például Vajda Péter fordította évtizedekkel korábban, aki rutinos színházi ember volt, rendező, dramaturg, és csinált egy nagyon jó magyar fordítást, ami népszerű volt, mindenütt ment, és mindenki tudta, minden magyar színész, hiszen akkor sokat vándoroltak, más társulatban játszottak, nem volt probléma, hogy azt a szerepet tudja, mert be tudott lépni. Ezt onnan is tudom, hogy amikor az arany előjött a Szent Iván meg a Hamlettel főleg, akkor nagyon nagy berzenkedés fogadta a színházi szakma részéről, hogy miért kell lesz. Hát tudjuk a Vajda Pétert, az megvan, de első szóta azt mondják, tessék holnap lemenni Miskolcra és eljátszani Gertrud szerepét, hát rendben, megyek, megcsinálom. Mi, mi, ez az új szöveg, és ráadásul nehezebb, mint a Vajda Péter, mert az arany igényesebb volt, hát hogy mondjam, mint egy goblen, amit jobban kihímezett, míg a Varga Vajda Péter egy nyomókarton ruhára tette föl az egészet, de érthető A nagy monológ első sora, To Be or Not to Be, That is the question, mondja Hamlet, és Arany úgy fordította, hogy a lét vagy nem lét kérdése ez. És a Vajda Péter meg úgy fordította, hogy lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés. Hát egy színházi rutinos ember, látjuk mögött, tehát ez jobban átjön a rivaldán, ahogy mondani szokták, és az arany kénytelen volt meghátrálni, és kénytelen volt a saját fordításába, először csak egy lábjegyzettel, hogy elfogadható vagy a Péter variánsa is, amely lenni vagy nem lenni, majd a következő kiadásban már legyintett, és már úgy van, de ő nem ezt írta, hanem azt írta, hogy a lét vagy nem lét kérdése ez, ami mondjuk őszintén nem jó, nem hangzik jó, Minden egy filozófia tankönyvből volna, míg az angol ugye olyan ravaszul van megírva, hogy filozófia tankönyv is lehetne, de lehetne egy mindennapi mondat is. Íme egy példa arra, hogy hát ő is szembesült azzal, hogy amikor a, a, a színháziak kezébe kerül valami, akkor már nem nagyon lehet mit csinálni. A továbbiakban a Shakespeare első összkiadás történetéről szeretnék beszélni, nagyon-nagyon röviden. Amikor Arany János 1836-ban elhagyta a Debreceni Református Kollégiumot, hogy színész lehessen, tanára Sárvári Pál arra figyelmezteti, hogy csak Shakespeare, csak Shakespeare-t domine. Tudni élik, hogy Arany csak az angol drámaíró darabjaiban játszon. Aranynak erre színészként nem volt módja, de annál érdekesebben kíséri végig egész élete pályán Shakespeare. Amikor súlyosan csalódva Hazatér Debrecenből, csalódva a színészi pályában szalontára, 36 és 40 között forgatja az angol drámaíró műveit, de még csak német fordításban. Majd Szilágyi Istvántól, barátjától kap egy angol nyelvtant, ennek segítségével tanulgat angolul, hogy eredetiben is olvashassa a drámákat. 1860-ban Gyulai Pálnak írott önéletrajzi leveléből tudjuk, hogy a Debreceni vásáron vette meg a János király és a második Rihárd olcsó, úgynevezett sztereotíp kiadását, ezzel kezdte a fordítási gyakorlatokat. A filológiai kutatások Arany László közrésére támaszkodva az első fordítás kísérletek rögzítését 1844 körülre teszik. Szintén Arany László jegyzi meg a hátrahagyott iratokban, hogy a Szent-Iványi Állam egyes részleteit egy műkedvelő társulat adta elő Szalontán, melyet maga Arany János tanított be, a díszleteket is maga festettem. Aztán 1848-ban újra előveszi Shakespeare-t, és miként önéletírásában írja, Később, midőn a nyelvben jártasabb valék, újra elővettem fordítani Shakespeare-t, de az eredmény a közbejött politikai viszonyok miatt néhány töreden, töredéken kívül csak az lőn, hogy nevem, mint Shakespeare egyik fordítójáé, Petőfi Korian lánya címlapjára került. Ezt láthatják itt a kivetítőn. Költőink, íróink, ahogy már hallhatták, korábban is fordítottak Shakespeare-t, csupán már csak egy példát emelnék ki, Kazinci éppen németből fordította át a hamletet, német közvetítéssel. Vörös Marti Julius Cézárja 1838-ban meg is jelent, Petőfi koriolánja egy évtizeddel későbbi. Ekkor 1848-ban merül fel azon terv, hogy hárman, Arany, Petőfi és Vörös Marti fordítsák majd le Shakespeare valamennyi drámáját. A színész Egresi Gábor indítványa a szellemhonosítás ügyében című cikkében, mely az életképekben 1848. február 20-án jelent meg, szorgalmazza az ügyet, hogy színpadra állítassék magyar nyelven az angol szerző életműve. A terv ekkor azonban még nem valósul meg, és a 40-es évek végéig el sem készül egyik fordításával sem. Vörös és a szabadságharcot követően 52-ben és 53-ban zárja le a lír fordítását. Arany még akkor sem halad a munkával nagyot, amikor Gyulai Pál, szerkesztőtársa és barátja, 1858-ban egyik levelében kérdi a költőt, hogy áll a fordítással. Arany kitérő feleletet adott. Shakespeare ügye egy magánkezdeményezés kapcsán jut előre. Arany János egyik nagykörösi tanártársa, Tomori Anasztáz, egy örökséghez jutván, ugye egy görög ö, kereskedő családnak a leszármazottja volt, vállalja Shakespeare összkiadás megjelentetésén. Álva megjelentetését, állván a teljes költségeket és még fordítói honoráriumot is fizetett. 1858-ban indul el a szisztematikus fordítói tevékenység, addigra már hat darab munkatárs jelentkezett a munkára. Egyik Tomarinak szóló levelében Arany le is írja a jó fordításra vonatkozó elveit. Forma és alakhű legyen, de mégis szabad, vers versel, ha lehet, ugyanannyi sorral adassék vissza. A készülő műfordítás korpusznak a formátumát is megadja, 16 odrét formátumú füzetekben, követvén ezzel a német könyvkiadási szokásokat. Azért ért ki egyébként arany a forma problémára, mert Toldi Ferenc azt javasolta, hogy Shakespeare prózában fordítassék ekkoriban. 1858-59-re tehető a végleges Szent Iván álom fordításának a rögzítése, legalábbis ennek elkezdése. Hogy mennyire nem csak játék ez arany számára mutatja, Tompa Mihálynak írott levele néhány mondat ebből ki az angolnak szórövítségét, tömörségét, a magyar szavak hosszadalmasságát ismeri, az átlátja, mi nehéz munka ez, kivált, ha a nyelvet nem akarjuk kerékbe törni. A fordítónak nem csupán a két nyelv struktúrájának a különbözősége, nem csupán a fogalmi ekvivalenciák esetlegessége okozhatott problémát, hanem Shakespeare vaskos humora fordítótársának, a szintén egykori nagykörösi tanártásnak Szász Károlynak ír erről. Idézem. Kemény Zsigmond a azt kérdezte, ugye nem igen több kétszáz sornál az egész shakespeare amit ki kellene hagyni, mert különben sohasem jutna be a szalonokba. Tiszteltetem a szalonokat, de hát Shakespeare első teljes fordítása csonka legyen. 1860-ban aztán megalakult a Kisfaludi Társaság, és a társaság átvállalta Tomoritól a szervező tevékenységet, melynek zöme a társaság titkára és szerkesztője lévén aranyra hárul. Egybeesik ez a társaság azon törekvésével, hogy fontos világirodalmi művek magyarul is megszólalhassanak. Külföldi regénytár címmel önálló sorozatot is kiadnak benne Puskin, Dickens, Szekeri műveit. Miként Gregus Ágost írja egyik jelentésében, Irodalmunkra még mindeddig nincsenek átültetve mindazon művek, melyek nem egyes nemzetek irodalmi tulajdona többé, hanem minden emberi nemzetén. A felhívásokat, felhívásokat tesznek közé a lapokban, tisztelt írói karnak szólva, hogy vállaljanak, ez idézett volt Arany egyik szövegezett cikkéből, Shakespeare fordításokat, ám nagyon lassan születik meg az eredmény. 1863-ban Shakespeare születésének 300. évfordulóján jelenik meg az első kötet, Szász Károly Otellója és Arany János Szent Ivánéi álma. 1867-ben Aranytól a Hamlet és a János király. Ha végigolvassuk Arany 60-as évekbeli levelezését, jól láthatjuk, mennyi energiát fektetett fordítótársai munkájának javításába, korrigálásába, és Petőfi, valamint Vörös Marti korábbi fordításainak megjelentetésére. A már említett Egresi Gábor is nyomon követi a munkát. A tárlónkban és a kivetétünkben is látható egy levél, amelyet a színész érdeklődésére válaszként küld el Arany benne János király első jelenetének fordítás kísérletével. Ugye ez maga a levél, amit a kivetítő látnak, és a János király első jelenetének a szövege. A vállalkozás végül 1872-ben fejeződött be, 18 kötetben, melyet majd egy pótkötet követ Shakespeare vegyes összes költeményei. Köszönöm szépen a türelmet, és még egy kéziratra hívnám fel a figyelmet, ezt a közelmódban volt módom látni Nagyszalontán járván. A Szent Ivánéi Álom kéziratának egyik variánsát Arany László, Arany János fia, illetve özvegye ajándékozta Nagyszalontának 1898-ban, ekkor több kézirat került Arany számára fontos településekre, illetve ekkor kaptuk mi is ugyanebben az ajándékozási körben a toldi kézirat együttesét, amelyet mi őrzünk. Ez a Szent iváni egyik tisztázata, és nyilvánvalóan azért ajándékozta az aranycsalád szalontának, mert hogy itt került először egy részlet bemutatásra. Egyébként mind a Shakespeare fordítás korpusz, illetve az Arisztofanész fordítások is a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában tekinthetők meg. Köszönöm szépen! Az est hátralévő részében a Teátró Társulat mind-mind előadását tekinthetik meg. A társulat 2006-ban alakult Lénárt László vezetésével, azzal a célral, hogy a magyar klasszikusok életművét és életét népszerűsítse. Bemutatnám a társulat tagjait, Ferenci Gabriella, Bordás János, Potocsnyi Andor, Melis Gábor és Tamás Róbert. A kis bogárhátú viskó szentegyház vala nekem, azt hiszem, hogy a kora komolyság ettől van kedélyemben. Alig három éves koromban apám ki értelmes, írás tudó parasztember volt, hamuba írt betűkön, megtanít a olvasni. Úgyhogy mire iskolába adtak, már nem csak tökéletesen olvastam, de írtam is. A tanítók és a többi növendékek csodámra jártak, és én nem egy krajcárt kaptam egy vagy más produkcióm jutalmául. Figyelem, figyelem! Kedden, március 22. napján a Debreceni Színésztársaság által előadati a hivatlan képíró vígjáték három felvonásban Telepi György uram tollából. Személyek! Ledinski Friedrich Baranyi! Harriet E. Alizia. Walter von der Bellont, a képíró, László! Márton az Inasa, Arany! Bemeneti ár, 24 krajcár, kezdete 7-kor, vége 9-kor. Hát így lettem színész. Komoly szerepet alig kapott. Két hónap alatt 22-szer játszott 19 szerepben. Volt Inas, Favágó, Katona, az énekkar tagja is, ezféle. A kulisszák mögötti élet annál inkább kiábrándította, minél inkább megismerte. Ám nem csak a színész életnek, hanem a szerelemnek csalódásaival is meg kellett ismerkednie. A komédiás csapat szubrettjét Klár hívták. <tis> <tis> Egy kukkot se szólok, mert beszéddel itt sem semmi, csőstől ennyi baj <tis> mégsem... Kísérjen haza! <tis> 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 Igenis, kisasszony! Nem tudok hová lenni attól, hogy ez az asszony újra meg újra milyen ragaszú. Kifog... Jöjjön hát, be! Késő van, nincs tálalmam. Pipodja. Nem tudok hová lenni attól, hogy ez az asszony újra meg újra milyen ravaszó kifog rajta. Toldi írójához elküldöm lelkemet. Melegkész készfogásra forró ölelésre. Olvastam költőtárs, olvastam művedet. És nagy az én szívem meg ő gyönyörűsége. Ha hozzád ér lelkem, s megtalál égetni, nem tehetek róla, te gyújtottad úgy fel. Hol is tehettél szert ennyi jóra, ennyi szépre, mely könyvedben csillog, pazarfényjel? Idvezlem Ma olvastam a tordit. Ma írtam a verset, és még ma el is küldöm önnek. Minél előbb tudatni akarom önnel azon örömet, azon elragadtatást és azon meglepetést, melyet műve váltott ki belőle. Hiába. A népköltészet az igazi költészet. Te legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá. Ha a nép uralkodik a költészetben, közel áll hozzá, hogy uralkodjék a politikában is. Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát. Ha ő nem restellik. Írjon nekem. Bármit. Akármit. Hány éves? Házas vagy nőtlen, magos vagy alacsony, szőke vagy barna, minden, minden érdekel. Írjon mielőbb, őszinte barátja, Petőfi Sándor. Válasz Petőfinek. zavarva a lelkem, mint a bomló cimbalom. Örül a szívem, és mégis hajog belé. Hány veti a hab? Miért e nagy jutalom? Petőfi barátom, hát mégsem érdemlém. Hiszen pályadíjul nem ez volt kitűzve. Ha, <laughs> szerencse, Isten jó szerencsenékem. Másképp szerény művem dobám vala tűzbe, mert hogyan lett volna nyerni reménységem? és még sokat nyerünk. Pusztán a bér, így majd elhomályosít, midőn felém ragyog. Na de hát a ráadást! Hát lelkem lelkéig él, hogy drága jobb kezed, a vagyok. Most, mintha üstökös csapna szűk lakomba éget és világít lelkemben leveled. Ó, mondd meg nevemmel, ha felkeres Tompa, hogy még igen szeretlek téged is, őt is veled. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy a más csak levelenként kapja a Borostyán című kiállításunk december 20-áig meghosszabbításra került, és az itt elhangzott műveknek első kiadásai kéziratai nagy részt megtekinthetők a kiállításon. A Tompa kiállításunk is december 20-áig látható, valamint a fordításokhoz kapcsolódván Rajnai Edith kolléganőm a színháztörténeti tár előterében egy nagyon remek tárlatot készített a Shakespeare fordítások történetéből érdemes megnézni. A nap végén, aki még nem látta a tárlóinkat, megtekinthetőek a műtárgyak, amelyeket a kivetítőn láthattak az előadásom közepette. A következő könyvtárlat alkalmunkra december 7-én kerül sor, témája a zene és a játék kapcsolata. Meghívott vendégünk Ókovács Szilveszter lesz. Várjuk Önöket szeretettel. És az a székeken egy nagyon pici képeslap található. Ezen Arany János 1865-ös Srekker Ignác által készített fotója, illetve az éretmű kiadás, mely 1882-ben indult el halálát követően, ennek a gerince látható. Gyűjtsék ezeket a kis ajándékokat, és ha valamennyi előadásunkon részt vesznek, akkor az utolsó előadás alkalmával, ha számunkra ezt leadják, a jövő évi könyvtárat alkalmával sorsoláson vehetnek részt, amelyben kiadványainkból nyerhetnek egy ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, nagyon örülünk, hogy újra itt voltak.